Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Jeremiás próféta könyvének 6. fejezetéből a következő igeversekkel. Ezért halljátok ti népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Jeremiás rendkívül szomorú próféta volt, siralmas és nehéz időkben élt, és amellett igen nehéz volt az igehirdető szolgálata, mert több mint 40 esztendeig kellett vívódnia rosszindulatú és csökönyös emberekkel. Nem sok haszna volt belőle, hiszen azt kellett látnia, hogy azok egyre gonoszabbak lettek. Többször meg akarták ölni, és sok csapást mértek rá. Meg kellett érnie, hogy és saját szemével látnia az ország elpusztítását és népe fogságba vitelét. Luther Márton jellemzi így a prófétát, amikor 1532-ben megírta Jeremiás próféta könyvéhez az előszót, amiben egy rövid bevezető magyarázatot ad a bibliai könyvhöz, és nagyon jól lefesti nekünk ez a néhány sor, mennyire nehéz volt Isten igényének a hirdetése a választott nép között, amikor nagy nehézség és katasztrófa fenyegette őket. Kegyelem hirdetésben elhangzik egy mondat, ami összefoglalja Isten szabadító hatalmát. A bűn általunk elhordozhatatlannak tűnő következményéből valami sokkal többre, sokkal nagyobbra szabadít meg Krisztus által. Mulandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött fiát is adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igénk arról tesz bizonyságot nekünk most is, hogy kegyelemre szorulunk. Mindig kegyelemre szorulunk. Mi az új szövetség népe vagyunk, már nem az Ószövetségé, nem Jeremiás koráé. Nekünk már megadatott az, hogy találkozhattunk a kegyelemmel, a megtestesült kegyelemmel Krisztusban. Isten kegyelmének a legfőbb bizonyítéka, egyben legnagyobb ajándéka is Jézus Krisztus maga. Benne, vele és általa egészen más tapasztalatunk van az igéről, a tanításról és ezek elfogadásáról. Alázattal megismerhetjük az ő nagyságát, magunk mögé utasítva az önző énünket. Foglalkozhatunk igéjével, érdekelhet bennünket az ő szava, és megbecsülhetjük a tőle kapott közösséget, így fogadhatjuk el engedelmesen Isten kegyelmét, az ő könyörülő szeretetét. Amen.